Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és emlékeztek még erre a játékra? Hoken címre fut, csináltam róla egy-két videót, talán kettőt, az első még egy ilyen nagyon... Várjunk csak négyet, igen, az első kettő még ilyen nagyon alfa stádiumban volt, mert megkaptam egy meghívást az alfa kipróbálására, tehát az alfa stádium játék kipróbálására, és arról raktam föl videót, akkoriban még a laptopon játszottam, és hát gyengébb ecskén futott, azt meg kell hagyni, jó laptop videókártya, úgy voltam vele, hogy nagy gépen biztosan jobban fog futni, de jobban is futott természetesen, és akkor ott bemutattam a játékot, szóval már így az alfa stádiumtól még kísérem így a játékot időnként, és visszamegyek játszani vele. Nos, tök ingyenes, tehát full ingyen, ugye mondom még egyszer, és most már Steamen is elérhető, szóval akinek kedvenc a játékkal játszani Steamre, Hoken, és már is olyom, és már is játszhat már ezzel a játékkal. Nos, de ugye most kint van nekünk a Titanfall, és itt van ez a Hoken, és mind a kettő ilyen meg szimulátor, és akkor ugye az ember gondolkodik, hogy Titanfall ide vagy oda, van-e lóvé rá, vagy nincs lóvé rá, úgyhogy beszéljük egy kicsit ebből a szemszögből is, két játékról. Szóval a Titanfall marha jó pörgős, meg minden, és ugye csak viszonylag ugye pénzbe kerül, és nem mutat olyan szinten nagy újdonságot, amit leláttunk volna, és ezért is mutatom be újra nektek a Hokent, mert egy iszonytatosan jó kis mechháborút lehet itt zúzni. Itt nem tudsz mászkálni pilótaként, talán ez egyetlen hátránya a játéknak, hogy úgy mondjam, hogy akkor pilótaként nem mászkálsz, de viszont végig mechekben vagy, és iszonytatos bulikat lehet csapni. Lettek új pályák, a játék mechanizmusa kifinomultabb lett, és sokkal a mechek is sokkal jobban ellenállóbbak, jobban lehet velük küzdeni. A kulcs a játékban még mindig a csapatjáték, hogy maradj közel minimum egy csapattársadhoz, de ha nem, ha mód van rá az összeshez, mert akkor tudsz nyerni. Viszont, ami jóra változott, az, hogy most már azért megcsinálták úgy a mecheket, az 1v1 csatákat, valahogy a sebzés a fegyvereknek egy kicsit magasabb, és a csatákat már 1v1-be is jobban lehet vívni, és nem az nyerte meg a csatát tulajdonképpen, aki véletlenül rátalált a társa és besegített, hanem már azért 1v1 csatákat, ha elég ügyes vagy, önmagad is meg tudsz vívni, 2v1, 4v1 vagy ilyesmi, ez felejtős, nem. Tehát pont úgy, mint a Titanfall-ban a 2v1 titán nagyon-nagyon durván necces helyzet, szóval igazából nem fogod túlélni, és függ itt is, hogy milyen fajta mechet állít össze az ellenfél, és annak alapján, szóval... Tehát kettő, itt még látjátok, engem is körbevettek futást, tehát ez esélytelen voltam. A társam viszont megfordult, hál' Istennek, és sikerült kiszedni az egyik mechet tulajdonképpen, és nagyon jó kis csapatjáték, összejátékot lehet csinálni, és az igazsághoz így nem nagyon engedheti meg magának az ember azt, hogy én most eljátszom a magányos farkas, mert a játék gyorsan megmutatja azt az oldalát, amikor rá kell gyere annak arra, hogy bizony neked együtt kell maradni a csapatársakkal, és úgy, ha elég szemfüles vagy, elég jó sok killt el lehet kapni. De mint látjátok, itt azért egy-két 1v1-et sikerült lehúzni, és már mondhatni egy kicsit tapasztalatnak magamat ebben a játékban, így aztán azért viszonylag jól sikerült felülkerekedni, kivéve, hogyha belefutsz a sabdába, és vár rád két meg. Nos, így kell elképzelni a szettikot. Csináltak nagyon jó új pályákat. Ez is egy új pálya egyébként, ha jól tudom. Ha jól emlékszel, nem láttam még eddig. És mondom, a mechek maguk, mi folyamatosan fejlesztés alatt áll a játék, szóval egyre jobb, kifinomultabb lesz a játékmenet, és alfa óta azért rengeteget fejlődött, és utoljára pont azért hagytam abba, mert kihoztak valami ilyesmi patchet, és valahogy ugye elrontották a játékot egy kicsit, de hát ez így van. És most mondom, na jó, akkor újra adjuk neki itt a Titanfall, nézzétek meg, hogy ehhez képest, Titanfallhoz képest milyen ez a játék. Aki nem látott Titanfall videót, akkor csekkolja le a csatornámat, kezd tele lenni vele. És annak összehasonlításában gyakorlatilag a harci mechanizmus kb. Ugyanazt tud lenni, plusz annyi extra, hogy ezek a mechek még ugye föl tudnak ugrálni, levegőben lebegni gyakorlatilag, és a harcot emiatt egy ilyen vertikális
szintre is tudják vinni, úgyhogy használni ilyen BS, ami az egyikben benne van, az pont nincs benne, ugye az egyikben benne van, az is a másikban nincs, és fordítva, szóval ki van találva mind a két játék, nagyon jó, de azt mondja, hogyha nincs pénzed megvenni, és szeretnél egy kicsit játszani te is valami ilyen hangulatú játékkal, akkor az a Hoken lesz a te játékod, nagyon meg fog fogni már elsőre, elképesztő grafikával, elképesztő játékélménnyel egyébként. Eleinte talán kicsit zűrzavaros lesz, de amint megjönnek az első sikerélmények, kicsit függő lesz. Szóval így rákattansz a játékra, mert nagyon jó kis megszimulátor, és amióta megjelent a játék, azóta rossz szó nem érkezett rá, szóval panasz nem volt, nagyon ki van találva. Mivel hogy free to play, ezért ugye léteznek benne mikrotranszakciók, úgymond, de nem arra megy ki a játék, hogy vedd meg a jobb fegyvert. Szóval a mikrotranszakcióban nem látsz olyat, hogy vedd meg a jobb fegyvert, és akkor te leszel a nagy gyilkolóngép, nem. A játék fegyvereid nagyon balanszosak, nagyon esélyes mindenki, a titánok maguk, a mechek maguk, pont úgy, mint a Titanfallban, nagyon balanszosan meg vannak csinálva, és meg lehet őket csinálni. Szóval ami az egyikben erősség, a másikban gyengeség, és nagyon így ki van találva, és a titánodnak különböző képességei vannak, védekezési, támadási képességei, és azokat is úgy állíthatod össze, ahogy szeretnéd, különféle kombinációkban, ami a te játék stílusodnak megfelel, és belevetheted magadat a csatába azzal az összeltessel, ami gyakorlatilag neked tetszik. Több mechet is tarthatsz, már nagyon benne vagyok a Titanfallba, több mechet is tarthatsz, van ilyen rakétavetős, van shotgunos, van sniperes, és van ez az asszolt, az egyik kedvencem, és ahogy nézem, nagyon ki lett balanszolva ez a klassz, már nagyon jól bírják a fegyverek, mert itt van egy úgynevezett overheating, egy túlmelegedése a fegyvereknek, és az az egyetlen, amire figyelned kell, mert ha az túlmelegszik, akkor várnod kell bizony, hogy lehűljenek ezek a fegyverek, és az nem egy rövid idő, de viszont van egy különleges képesség, a hűtés, a gyors hűtés, és hűtve is tartja egy bizonyos ideig a fegyvereket, szorult helyzetben nagyon jól tudni. Szóval, amint mondom, nagyon jól ki van találva a játék, így helyenként, ha lezúzol egy mechet, akkor az utána lévő szikra feljavítja a te mechedet, úgyhogy így gyakorlatilag 2-3 mech szikrája, lezúzott mech szikrája teljesen fel tud javítani. És mint mondom, teljesen testre szabható a titán, leszámítva a fő fegyverek, azokat csak kategórián belül cserélted. Például itt van nekem ez a minigun, lecseréltem egy submachine gunra, a TOV raketet pedig lecseréltem egy másik rakétavetőre, de a kategóriai meg fog maradni, viszont a védelmi és támadó rendszerek, ami benne vannak a mechbe, azok bizony meg tudod, testre tudod szabni magadnak. Ja, és ugye mondtam, mikrotranszakciók, nem arra megy ki, hogy erősebb legyen a titán, hanem arra megy ki, hogy fasz a dolgokat csinálja a titán, ilyen extra képességek, mint például győzelmi felugrás, vagy jobban nézzen ki a titán, ott különböző festések, különböző alkatrészek, hogy sokkal gizdább legyen. Ezért láthattok sok ilyen kocka titánt, ami ilyen kocka fejű mehet, bocsánat, titánozás, mert ez az alap konfiguráció. Én már vettem magamnak új lábakat, nem mikrotranszakció által kapunk, alapjáraton kapsz egy bizonyos mennyiségű pénzt, és ami olyan pénz, amit igazi pénzért is vásárolsz, és kapsz egy másik fajta pénzt, amit szintén elköthetsz, és bizonyos szintlépésekért és XP-kért kapod. És azzal is vásárolhatsz például különböző védelmi rendszereket, vehetsz új mecheket, most már, mert régen nem lehetett, csak valódi pénze, és vehetsz új mecheket, új kinézetű mecheket, új alkatrészeket még mindig nem lehet venni, azt valódi pénzért tudsz venni, vagy azokért a bizonyos meteor pontokért, ahogy itt hívják. És mint mondom, az egész mikrotranszakciós dolog arra megy ki, hogy egy fasz a mechet állíts össze magadnak, egy jól kinézőt, jó színezőset. Például ugye az évben van egy ilyen kis extra zöld csík, de amúgy nagyon jól ki lehet, nagyon jó mecheket lehet így összeállítani. Láttam egy-két ilyen mechet csatározás közben azoktól, akik ugye hajlandóak voltak pénzt költeni arra, hogy kinézzen jó, meg nem olyan vészesen drágák ezek a különböző kis extrák, azért is hívják mikrotranszakciónak. De adhat egy jó külsőt a mechernek is, csodálhatod a garázsodban. De ugye akinek nem az elkülön, az önnek, hogy belevágja magát egy jó kis titán harcba, akkor ez a játék tudja hozni a hangulatot. Több
féle játékstílus van. Ugye TDM, TDM van, Free For All van, és van egy aféle, mint a Battlefieldben a Titan mód, vagyis ami jön ki most BF4-ben, a Carrier mód, hogy gyűjts össze bizonyos üzemanyagot, mennyiségű üzemanyagot, szállítsd el az anyahajónak, az anyahajó megindul és elkezdi bombázni az ellenfél anyahajóját, és ugye hát aki tud, az győz, és ugye hogyha már megindul az ellenfél anyahajója, akkor szét lehet lőni a mechekkel is, hogy lelassítsd, hogy stb. És kilőheted a fegyvereid. Nagyon durván jó epic csatákat lehet csinálni. Van klasszikus domination is, hogy úgy mondjam. Úgyhogy a játék maga jól ki van találva, letisztult, jó, mint mondom, nincs olyan, hogy overpowered titán még mindig. Úgyhogy akit megfogta ez a játék, annak nagyon javaslom, hogy próbálja ki, mert egy nagyon jó játék lett, és jó is került eredményes zárni ezt a mérkőzést is, mint mondom, pont azért, mivel hogy én egy kicsit magányos farkas vagyok, és sokszor belemek az 1v1-be, és azért most már sikerült úgy megoldani a játékot pecsekkel, hogy már az 1v1-es csaták és a agilisebb játékosoknak sikerül jól megnyerni. Köszönöm a figyelmet, Necrocrim voltam, sziasztok!